ott tartottunk, hogy azt mondtam Malek Andinak, hogy jól nézel ki, nagyon. Köszönöm szépen, te is. Nagyon régen találkoztunk. Régen, de most öröm, hogy itt vagytok a stúdióban. Malek Andrea és Malek Miklós, jó reggelt kívánunk még egyszer. Toldi Mária kapcsán. Így van. Mert hogy egy fantasztikus gála estre készültek. Hát a mama kezdje vagy a... Mama kezdje. Ez jól kezdődik. Nem, a papa kezdje, mert ő összetudja foglalni szépen. Szóval egyszer csak Andira eszébe jutott, hogy édesanyám elérte ezt a szép kort. És hát ilyen háttérrel, amivel rendelkezik a zenében, és ez a sok dal, ami a nevéhez fűződik, ezt valahogy össze kéne fogni, és... Kész csoda, hogy ezt most csináljátok meg először. És hogy énekeljük el a dalait. Miért? És ebben a mozdulattal Andrea le is tette az egészet. Átgurult hozzám az egész téma, úgyhogy nekiálltam hangszerelni januárban, és egészen hangszereltem május végéig. És igen, de megérte. Ezt fölvettük, ugye? Fölvették. És... Erkel Színház, nagyon szép koncert lett belőle, nem is szép, hanem hogy minden porcikájában a jó szándék és minden, a fellépők, a zenészek, a stáb, mindenki annyira akarta, hogy jó sikerüljön a koncert, és hát leginkább a közönség. De nem lehetett könnyű összerakni a tartalmat, hogy honnan indul hova? Hát miután ezért is szálltam én úgy ki ebből olyan értelemben, mert hogy az anyunak át is adtam a szervezését, és hogy ki legyen. Volt egy kicsi koncert az Orfeumban, még amikor ő 79 volt, azt ünnepeltük először. Azzal kezdődött a kicsivel. Igen, az volt ennek a bázisa. Aha. És a Studio 11 kiegészülve egy vonos Solti Kamara zenekarra. Már látjuk is. Tehát készült egy felvétel, és ezt láthatja majd a közönség, nem is ott tudom, hogy milyen. No, említsetek napon néhány nevet, sőt, hát szerintem mindenkit fel tudunk, van annyi időnk sorolni, akik színpadra álltak. Sztárfellépők. Szulák Andi. Szulák Andival kezdem, és az összes többi a Marinak a tanítványai, akik azóta a pályán nem is akármit szinten értek el, hát a Feke Pali, Bereszki Zoli. És egy egész kis pöttöm emberke köztük, aki a Billy Elliotot játszott a címszereplő. Jaj, de helyes, igen. Hogy egy ilyen válogatott gárda, aki az anyuhoz kötődik lelkileg és szakmailag abszolút mértékben, és hát eljött az öcsém, és négyen együtt ott álltunk a színpadon. Azért ez elképesztő. Az apu vezényelt, az anyunak énekeltünk. Micsoda család. Az tényleg nekünk is egy olyan ilyen halál közeli élmény volt, hogy úristen, hogy ennél lehet, hát, hogy valami erőteljesebb. Hogy értem, hogy annyira szép volt, és annyira állt az egész elkezdszín. Hát annyira... Hát nem csak szép, hanem megható is. Ez nagyon, tehát hogy úgy ilyenkor az ember szinte... Érzelmileg egy nagyon. Nagyon kell vigyázni, hogy mikor nézel a másik. Rögtön elkezdünk sírni. Igen. Hát, képzeljétek el, egészen dolog. Más dolog. Pont most hétvégén voltam Ákos koncerten, és színpadra szólította a lányát. Csodálatos duetteket énekeltek el együtt, és pont ott a nézőtéren azt mondtuk az egyik barátommal, hogy nincs ennél szebb pillanat az ember életében. Nyilván most ez szubjektív dolog, amikor egy szülő a gyerekével vagy fordítva áll a színpadra, és egy közös életet adnak ott elő abban a pár percben. Igen, mert látja a munkáját, látja igen a művét, hogy mégis ez... De tudod, ez utólag, ha az ember hátra néz, akkor látja. Előre nézze, mit lát? Előre a kollégámat látom, a zenekart látom, és hogy létre kell hozni azt a pillanatot, amilyen, és legfeljebb utána van az, hogy megölelem, és akkor érzem, hogy a gyerekemet is ölelem. Hogyan állítottátok össze a repertoárt? Most ugye Kriszti is ezt kérdezte, szerintem nem, hogy nem lehetett könnyű. Egy pár nagy dalt, így van azok kedvéért, akik esetleg most fogják azt mondani, hogy jaj, tényleg. Az Egy marékföld, a más ez a szerelem, a Lelketlen embert én énekeltem. Én nem akartam a nagy dalokat elénekelni, mert az nem kunst, ugyanolyan hangomban, mint az anyunak. Isten ugyanazt adta. Tehát, hogy a torkommal nagyon hasonlít. És úgy éreztem, hogy énekelje akkor a más. De még a rövid az élet, a moszkvatéri lányok, meg nem tudom. Ezek annak idején nagyon beívottak. És az volt az egész az érdekes, hogy fiatal emberkék énekelték ezeket a dalokat. Modern. És ezek a dalok újra életre keltek. Tehát ezek annak idején nagyon jól megcsinált dalok volt. Áthangszereltétek? Kicsit, mert javarésze nem hagyja magát, mert olyan jó arrangementok voltak annak idején, hogy beívódtak a dalba. Ez úgy volt kerek, igen. Aha. Igen, a bevezető, a betétek, és az annyira hozzátartozott, hozzánőttek a dalhoz. Tehát ezeket megőriztük, és...
És akkor azt, hogy ezeket megőrizted, akkor mihez lehetett hozzányúlni? Aha. Az aranyzsmantok maradtak. Most már csak így kíváncsi vagyok egy ilyen finom szakmai részletre. Nézd, a ritmus világ. Ritmus? A ritmus világ. Aha. Sokkal hangosabb a mai környezet. És igen. Gyorsabb. Az a ritmikai világ nem haladszana ki. Csak egy pici kulisszatitkot áruljatok még el. Amikor az ember ilyen koncertre készül, elhívja a tanítványokat, ahogy Miklós ugye te is említetted, és ők a színpadra készülnek, ugye nyilván minden tanítványnak volt egy dal a fejében, amire azt gondolta, hogy majd azt fogja elénekelni, mert hogy ő valami miatt azt szereti a legjobban. Anyukám megmondta neki, hogy te ezt fogod énekelni. Így volt. Ez a három dal, édes fiam, hogyha... Nem úgy volt, hogy a Berecki azt mondta, hogy én ezt akarom, hanem anya mondta meg. Berecki, anyukám mondta Bereckinek, hogy te más ez a szerelmet fogod énekelni, jó? De ez hozzá vannak szokva növendékek, mert ha Mari valamit nagyon tud, valakibe belelátja pontosan, hogy melyik dal áll neki a legjobban. Hát nyilván, persze. És ebből a gyerekek nagyon sokat profitáltak, hogy adott meghallgatáson pont azt a dalt énekelték, amit ajánlott neki, és mindig jól jártak vele. Már csak ugye egy percünk maradt, azért ezt mondjuk el, hogy ezt az egész gálaestet tulajdonképpen aki lemaradt ott élőben, az most látni fogja itt az ATV-n. Van, ezért vagyunk itt. Hogy ez... Tényleg a konkrét időpontot, december 26-án. Igen, 15 óra 40 perckor, tehát 3-4 előtt 5 perccel fogjuk sugározni. Itt az ATV-n, nem a Spiriten, az ATV-n. Igen, igen. Milyen hosszúságban sikerült összesűríteni ezt a koncertfilmet? Hát végül is azt hiszem 1 óra 20 perc lett a DVD változat. De hát az egész koncertet nem tudom, a 3 órát súrolt. Hát mindenki ült, én volt karmest, egész nap végigálltam háttal a közönségnek. Nagyon jó, úgyhogy igazán tudom, mi az a 3 óra. De azt hiszem 1 óra 20 perc, igen. Andi, miben különbözöl a leginkább anyukától? Azt mondod, ha becsukjuk a szemünket, akkor a hangotok alapján nem fogtok különbözni? Hú, hát ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Hogy az anyukám egy igazi diva. Tényleg ő egy az életben is olyan, aki egy királynő. De én azt hiszem, hogy nem az a fajta vagyok. Én inkább... De ezt nem tudom. Aha. Nem tudom felmérni. Érzem, amit mondasz, annak ellenére, hogy a mondatot nem tudtad. És ez nem a modernségről szól, mert ő egy modern nő. De... Egy modern diva. Igen, de én nem. Na, több lelkesedés. Köszönjük szépen, hogy itt folytatok. Tehát 26-a 15 óra 40 perc itt az ATV-n. Köszönjük. Köszönjük.